Sajnos nem tudtunk jól játszani, megismételni az elmúlt évi jó teljesítményt, aminek több oka van, azért egy fontos megjegyeznem ezzel kapcsolatban, egy nagyon jó bulgár csapattal szemben kellett ma megmérkőznünk, akik várakozáson föl jól játszottak ma. Az első fél időben megvoltak a lehetőségeink, hogy magunk javára fordítsuk a mérkőzést, sajnos ezzel akkor élni nem tudtunk. A második fél idő második felében viszont egyértelműen fölénk kerekedett a bulgár csapat, és a Bogdan Ádám bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ma döntetlent játszunk. Hát több olyan játékosunk is volt ma a pályán, akik még el sem kezdték a szezon, tehát tétmérkőzés nélkül játszottak a mai válogatottban, és hát természetesen csúcsformát tőlük nem vártunk, viszont szerkezetileg, összeszokottságban, csapatjátékban vártuk azt, amivel magunk javára fordíthattuk volna ezt a mérkőzést. Több hibát követtünk el ezen a mérkőzésen, technikai hibát, mint amit ezt korábban megszokhattuk ezektől a játékosoktól. Örömteli az Ádámnak a játéka is, meg természetesen, hogy góllal tért vissza. Még akkor is, hogyha nincs a csúcsformájában, érthető módon egy éves kihagyás után. De a mai mérkőzésen ő sokat tett annak érdekében, hogy ma győztesen vonuljunk le. Igen. Bulgár csapat többször volt ma a védelmünk mögött, mint az elmúlt őszön összesen. És nyilván megvannak a maga tanúságai ennek a mérkőzésnek, amit mindenféleképpen javítanunk kell. Mi kíváncsiak voltunk arra, hogy a Buzsáki Ákos hogy tud beilleszkedni ebbe a csapatjátékba, hogyan tudja megértetni magát. Voltak nehézségeik és némi nemű zavar természetesen. A balhátvédposzton én nem vagyok elégedetlen a Kádár Tamásnak a mai játékával.